Kedves barátaim, és most váltsunk néhány percig szót arról, miért kellett itt ma Dunaszerdahelyen összejönnünk. A gond az, és ezt mindannyian tudjuk és érezzük, hogy 2006 után a dolgok rossz irányba fejlődnek Szlovákiában. Szégyen, hogy 20 évvel 1989 után újból a regnáló hatalom antidemokratikus praktikái ellen kell tiltakoznunk. Szégyen, hogy azt kell mondanunk, hogy kommunista diktatúra után nem kérünk a nacionalista diktatúrából. Húsz évvel ezelőtt azért mentünk ki az utcára, és azért vettünk részt a rendszerváltoztatás folyamatában, hogy szabadabban éljünk. Ma is azért jöttünk össze elmondani mindenkinek, aki hajlandó meghallani a hangunkat. A világban, a demokratikus világban, Európában, a szlovák kormányhivatalokban, mindenütt, ahol hajlandóak minket partnernek venni, hogy szabad emberként akarunk élni ebben az országban, ezekben az időkben és az elkövetkezendő időszakban is. Nem hagyjuk, hogy bárki belőlünk másodrangú állampolgár csináljon, ez eddig sem sikerült, és ezután sem fog menni. És megfélemlíteni sem hagyjuk magunkat. Sem a nyelvrendőr, sem a pálinkába áztatott politikus ajnározása nem a mi szégyenünk. Bizonyíthatóan mi mentettük meg a 2003-as népszavazás eredményességét is, amikor az Európai Unióba való belépésről kellett dönteni. Ha akkor jók voltunk, ha akkor kellett a szavazatunk, akkor kérem, most ne vágjon senki savanyú képeket, amikor azt mondjuk, hogy európai szintű nemzetiségi jogokat is kérünk. Tegyük fel tehát itt és ma a kérdést. Milyen országot, milyen Szlovákiát, milyen Közép-Európát és milyen Európai Uniót akarunk? És kedves szlovák demokraták, most hozzátok fordulok. Hányan vagytok, és mi a válaszotok erre a kérdésre? Hol a mi helyünk, hol a magyarok helye a szlovákiai demokráciában? Nem kérünk. Nem kérünk a primitív nacionalizmusról, nem kérünk a magyar ellenességből, mindannyian látjuk, hogy két út áll előttünk. Az egyik út a konfliktusok útja. Mi nem ezt akarjuk. A konfliktusok útján olyan szégyenletes stációk vannak, mint Malina Hedvig ügye, akivel kapcsolatban még most is, három év után is azt kell tapasztalnunk, hogy ellene folytatják az eljárást. Visszautasítjuk ezt. Szégyen volt az is, ami ebben a futballstadionban történt 2008 őszén. Büntelen szurkolók ellen indokolatlanul és brutálisan fellépni, szintén nem európai viselkedés. Ezért is bocsánatkérés jár, és az összecsapás szenvedő alanyának, Lengyel Krisztiánnak anyagi kártérítés. Visszautasítjuk azt is, hogy a kormány tagjai közül többen páros heteken, mások páratlan heteken provokálnak bennünket. Nikolaj úrra gondolok, Magyarics úrra gondolok, Csaplovics úrra gondolok, a Régiófejlesztési Minisztériumra gondolok, amely
alulkezeli és alultámogatja Dél-Szlovákiát, nem kérünk az ilyen politikából sem. De van más út is, barátaim. Ezért jöttünk össze, hogy ezt üzenjük innen. A megbékélés a normális együttélés útja. Robert Fico miniszterelnök úr, innen is üzenjük. Azt kell csinálni ebben az ügyben is, amit az EBSZ főbiztosa javasol. Megváltoztatni ezt a nyelvtörvényt, visszaadni ezt a buta nyelvtörvényt, és normális, toleráns nemzetiségi politikát folytatni ebben az országban. Hölgyeim és uraim, foglaljuk tehát össze. A szlovákiai magyarok nem konfliktust akarnak, hanem nyugalmat, biztonságot és lehetőségeket a gyarapodásra, a szellemi és anyagi gyarapodásra is. Gazdagodni és boldogulni akarnak itt, a mi szülőföldünkön, őseik szülőföldjén. Minket ne küldjön el innen senki sehová. És azt sem felejtjük el, kedves barátaim, hogy mindezt a jövőnkért való küzdelmet, a jövőnkért való tetteket demokratikus módon a szavazóhelyiségbe tudjuk megvalósítani. Várunk mindenkit a szavazóórákhoz idén novemberben is, és jövő júniusban is, hogy le tudjuk váltani ezt a szerencsétlen kormányt, és végre egy normálisabb viszonyokat teremtő kormánya lehessen Szlovákiának. És végezetül a végső üzenet. Ez a gyűlés, ez a találkozó nem mások ellen van, hanem a mi jogainkért. Ez nem a szlovák nép elleni összejövetel. Ez a butaság és a rossz akarattal szembeni tiltakozás nagy gyűlése. Mert mi magyarok nem csak büszke és szabad emberek vagyunk, hanem korrekt demokraták is. És senki ne feledje, az elnöki palotában, a miniszterelnöki palotában, a miniszteri hivatalokban, a szlovák parlamentben, minden hivatalban senki ne feledje, hogy mi csak azt tudjuk és azt fogjuk tisztelni, aki minket is megtisztel. Köszönöm, hogy meghallgattak!